Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Adócsalás. Szarvasmarhákkal tüntettek el több 100 millió forintot a parhanti vállalkozók. Ittas vezetés. 30 nap börtönre ítélte a bíróság a részeg sofőrt. Aratóverseny. 5 csapat mérte összetudását Siolgárdon. Világbajnokság. 3-dimenziós IS világversenyt rendeznek Szekszárd mellett. A Tornatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Több 100 millió forintnyi adót csalt el egy aparhanti családi vállalkozás. Egy 23 éves nő és édesapja számlák nélkül több 100 millió forint értékben vásárolt szarvasmarhát több eladótól. A vásárlást fiktív számlákkal igazolták. Ellenük és a csalásban résztvevő 4 másik férfi ellen most emelt vádat a Tolna megyei főügyészség. Aparhanton működtetett egy szarvasmarha telepetett család, az állatok felvásárlására és eladására létrehozott családi vállalkozás ügyvezetője egy fiatal nő volt, de csak papíron. Ténylegesen édesapja irányította a céget. 2013-ban döntöttek úgy, hogy több 100 millió forint értékben vesznek szarvasmarhákat. A vásárlást hamis számlákkal igazolták, amiket 4 másik cég vezetője állított ki nekik, mintha tőlük vették volna az állatokat. Ezzel a módszerrel a Kft. Az áfát és a társasági adót is jogellenesen csökkentette, feltehetően több mint 174 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Ez szúrt szemet az adóhatóságnak, mondja Páli Péter, a Tolna megyei főügyészség helyettes sajtószóvívője. Annak érdekében, hogy az áfát, az állatok értékesítését követően el tudják számolni ennek érdekében, különböző gazdasági társaságoktól fiktív számlákat szereztek be. A harmad, negyed, ötöd és hatodrendű vádlottak, ezeknek a fiktív számlákat kibocsátó gazdasági társaságoknak voltak az ügyvezetői. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása és a számvitelrendje megsértése miatt emelt vádat a Tolna megyei főügyészség. Az elkövetéskor 23 éves nő és édesapja, valamint további 4 cégvezető ellen. Az ügyészség valamennyiük esetében pénzbüntetés, 4 vádlottal szemben börtönben végrehajtandó, egy esetben felfüggesztett szabadságvesztés, egy esetben pedig elzárás kiszabását szorgalmazza a szekszárdi törvényszéknél, valamint javasolja eltiltásukat a gazdálkodó szervezet vezetésétől. Negyed óra alatt elfogtak a rendőrök egy tolvajt hőgyészen. Egy 67 éves hőgyészi nő arra érkezett haza múlt hétfőn, hogy még nem tartózkodott otthon, ellopták a mobiltelefonját, és 12 ezer forintja is eltűnt. A nő bejelentést tette a helyi rendőrőrsön. A hőgyészi rendőrök pár percen belül a helyszínre értek, és az adatgyűjtést követően mindössze 15 percen belül beazonosították és elszámoltatták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt, egy gyermekkorú fiút. A rendőrök a megtartott házkutatás során megtalálták az ellopott értékeket is, melyeket még aznap visszaadtak a 67 éves asszonynak. Újabb orvhalász bukott le Tolna közelében. A Tolna megyei kormányhivatal halászati felügyelője és a Tolnai Dunáért Egyesület tagjai tettek bejelentést a rendőrségre hétfőn kora reggel, mert a Tolnához tartozó úgynevezett Lehőci Dunán az éjszakai járőrözésük során 2 nyakzóhálót észleltek, melyet a hajnali órákban egy férfi szedett fel a vízből. Ebben több mint 20 kg különböző fajtájú ponty, süllő és szürke harcsa hal volt. A férfit a halászati felügyelő ellenőrizte és értesítette a rendőrséget. A kiérkező egyenruhások elszámoltatták a 39 éves bógyiszlói férfit, akit az eset kapcsán gyanúsítottként hallgatta ki orvhalászat végcsége elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A rendőrök bevonták a férfi fegyvertartási engedélyét is. 30 nap börtönre ítélt a bíróság egy férfit, aki részegen okozott koccanásos balesetet Szekszárdon. A vétkes sofőr elszaladt a helyszínről egy kocsmába, ahol tovább ivott. A férfinak korábban már több hasonló ügy miatt is bíróság elé kellett állnia. Itt, ezen a forgalmas szekszárdi útszakaszon koccant bele az erősen ittas férfi az egyik zebra előtt álló autóba,
10 üveg sört ivott, mielőtt a volánhoz ült. Nem ez volt az első hasonló esete, korábban kétszer már elítélték ittas vezetés miatt, a balesetben most senki nem sérült meg, a férfi viszont elszaladt a helyszínről, mire a rendőrök odaértek. Egy innen nem messze található kocsmában fogták végül el, ahol tovább ivott. Az ügyben most tartott tárgyalást a bíróság. A bíró szokatlanul szigorú büntetést szabott ki a többszörös visszaeső ittas vezetőre. A vádlottat ittas járművezetés vétsége miatt 30 nap elzárásra és 100 000 forint pénzbüntetésre ítélte, valamint 2 évre eltiltotta a járművezetéstől. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert az ügyész nem elégedett meg az ittas sofőr 30 napos börtönbüntetésével. Azt szeretné, ha a férfi hosszabb időre kerülne a rácsok mögé. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy ház 120 négyzetméteres melléképülete Németkéren hétfőn. A tüzet még időben sikerült megfékezniük a tűzoltóknak, így nem terjedt át a lakóépületre. Nem sérült meg senki sem, ám az állattartásra szolgáló épület használhatatlanná vált. A melléképületben elsősorban csirkéket és nyulakat tartottak az ingatlan tulajdonosai. Az, hogy mitől gyulladt ki az épület, egyelőre nem tudni. A helyszínre nagy erőkkel vonultak a Paksi, a Sárbogárd és a Solti hivatásos tűzoltók. Ők a melléképületből egy gázpalackot is kihoztak a lángok közül. 4 vízsugárral oltották el a tüzet, és áramtalanították az épületet. Személyisérülés ebben az esetben nem történt. Július elején 46%-kal több új lakást hirdettek eladásra, mint egy évvel korábban, derül ki az egyik online ingatlanpiaci portál elemzéséből. Az első negyed évben országos átlagban 3,7 megépült új lakás jutott 10 000 lakosra. Ennél jobb eredmény csak Győr-Moson-Sopron, Pest, Veszprém és Fejér megye, valamint Budapest ért el. A községekben július közepére egy év alatt 146%-kal közel 500-ra nőtt az új lakás hirdetések száma. Ezzel párhuzamosan drágultak is az újonnan épített lakások. Budapesten 19%-os, a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban pedig 20%-kal többet kérnek egy új ingatlanért, mint tavaly ilyenkor. Hagyományos aratóversenyt rendeztek Siógárdon. 5 csapat tagjai mérték össze tudásukat, volt, aki kaszával, mások pedig sarlóval dolgoztak. A település polgármestere szerint, bár a nevében versenyről volt szó, a program mégis inkább a barátságok megerősítéséről szól már évek óta. Kalapból húzták ki a csapatok vezetői a parcellák sorszámát. Ezeket kellett a legrövidebb idő alatt learatniuk. A leányvári pince sorról ezután a régi korokat idéző felvonulással indultak a szántóföld felé. Nem sokkal később pedig már mindenki az aratáson dolgozott. A kaszálók mögött a kévét, vagyis a levágott szárakat kötözték csomóba az asszonyok, és mindenki igyekezett a leggyorsabban haladni. A zsűri viszont nem csak ezek alapján pontozott. Nézzük egyrészt a tarló magasságát, az egyenletességét, hogy van levágva. Aztán nagyon fontos a tarló tisztasága, ugye, hogy gyűjtjük össze a lekaszált búzaszálakat. Nagyon fontos ugye a kévék minősége, és még amit fogunk nézni, hogy a gyorsaságot. Idén összesen 5 csapat mérte össze a tudását. Közülük voltak, akik rendszeresen indulnak hagyományőrző aratóversenyeken. A Rába közből érkezett vendégek is rutinosnak számítottak. A fiatalok ugyanúgy tudják nálunk ezt, mint az idősebbek. Arrafele is nagyon sok a zaratnivaló, és járunk rendszeresen fesztiválokra, úgyhogy ezt a 2-3 hetet ezt elég aktívan töltjük Rába közben. Siógárdon már hagyomány, hogy nyáron aratóversenyt rendeznek. A település polgármestere azt mondja, bár a nevében versenyről van szó, a program mégis inkább a barátságok megerősítéséről szól. Örömmel köszöntünk szerintem mindenkit itt Leányvárba, szokás szerint, ahogy a mi büszkeségünkbe, és ez mellé a hagyományőrzés és a bor, a pincefalu, ez szerintem egy tökéletes program arra, hogy egy kellemes napot eltöltsenek. Az aratóverseny után a házigazdák és a vendégek hagyományőrző műsorral szórakoztatták egymást. 15 országból több tucat külföldi tanuló érkezett Szedresbe a lovastáborba. A tábort immár 6. éve rendezi meg a Szekszárdi Rotary Klub. Céljuk Magyarország és a lovas kultúra megismertetése a fiatalokkal. Kicsit bizonytalanul lovagoltak a kisebb pályán azok a külföldi diákok, akik a Szekszárdi Rotary Klub táborában sajátították el a lovaglás alapjait. A nagyobb pályát azok választották, akik számára nem újdonság ez a mozgásforma.
A Litvániából érkezett Gabriella is közéjük tartozott. Azt mondja, imád lovagolni, és nagyon megszerette Magyarországot. Nagyon élvezem a tábort, és nagyon szeretem a lovakat, imádok lovagolni. Rengeteg barackot ettem, mióta itt vagyok, sok barátot szereztem Magyarországon. A Lovasudvarház vezetője azt mondja, nagyon jól kijöttek a külföldiek a magyar segítőkkel, akiknek köszönhetően sok dolgot tanultak a lovakról, önmagukról és a magyar kultúráról. A fiúk, lányok is, ahogy beszélnek velük, több magyar szót is, és nagyon-nagyon átveszik. Jó, ügyesek. A Rotary Klub 6. éve rendezi meg ezt a tábort, és ez idő alatt számos országból érkeztek diákoktól nem egy-egyik legnépszerűbb lovas intézményébe, akik még soha nem távoztak tőlük rossz emlékekkel. Én nagyon szeretem a fiatalokkal foglalkozni, melyik különböző kultúrakból jönnek. Emiatt már a 6. év szervezem ezt. A táborban 15 országból 21 gyerek érkezett. Az európaiakon kívül volt, aki Tajvánról költözött egy hétre Szedresbe, hogy lovaglást tanulhasson. 2010-hez képest 7,6%-kal 34%-ra emelkedett Magyarországon a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma. Így teljesítettük az Európa 2020 stratégiai program keretében tett vállalásunkat. A diplomások aránya tekintetében azonban az Európai Unió 28 tagállamához képest még mindig 7%-os a lemaradásunk, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A jelentés szerint uniós összehasonlításban kettősség jellemző a 25-64 éves korosztály iskolai végzettségére Magyarországon. Az adatokból ugyanis kitűnik, hogy a többi visegrádi országhoz viszonyítva Magyarországon a legmagasabb 15%-os az alacsony végzettségűek aránya, de a középfokú végzettségűek 60%-os aránya is a legmagasabbak közé sorolható a V4-ek között. Háromdimenziós íjász világbajnokságot rendeznek jövőre Szekszárdon. A szervezők arra számítanak, hogy nagyjából 700 nevezés érkezik majd a hazai szervezésű világversenyre. Készfogás az együttműködési megállapodás aláírása után néhány napja egyezett meg Szekszárd polgármester és a Magyar Íjászszövetség elnöke arról, hogy a város melletti sötétvölgyi erdőben jövőre háromdimenziós íjászvilágbajnokságot rendeznek. A szervezők nagyjából 700 nevezőre számítanak, sokan közülük a szakák fellegvárainak számító Olaszországból, Franciaországból és Hollandiából érkeznek majd. Ez azt jelenti, hogy a kísérő személyzettel együtt nagyjából 1000 fő látogat 6 napra Szekszárdra. Nekünk kötelességünk minden lehetőséget megragadni, amikor a város egy kicsit meg tudjuk azt mutatni, hogy mire képest egy 33 ezeres megyeszéke, mint Szekszárd, és egy ilyen világeseménynek a megszervezése, lebonyolítás az mindenféleképpen egy ilyen célt szolgáló esemény is lehet. Azonban egyik oldala lehetőség, a másik oldala pedig a hatalmas feladat. A szekszárdi rendezés kifejezetten kedvez majd a hazai versenyzőknek. A szövetség nem titkolt célja ugyanis, hogy minél többen tudjanak indulni a magyar élvonalbeli mezőnyből. Több száz magyar versenyző is részt tud venni, és a költségeik ezzel, a költségeik a töredéke tud lenni annak, mint hogyha mondjuk a világ másik részére kellene, hogy utazzon. Tehát ez egy ilyen támogatás, amit a szövetség szem előtt tart, és ezért is vállalunk be nemzetközi versenyeket leginkább, hogy lehetőséget tudjunk biztosítani a saját versenyzőinknek. Az IASZ világbajnokságot a tervek szerint egy év múlva, jövő augusztusban rendezik meg Szekszárdon. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Tisztelet és hagyományőrzés. Aratónapot tartottak Mohácson. Környezetvédelem, zöld városok, egyetemek. Baranya megye fenntarthatóságáról értekeztek Pécsen. Ausztrál győzelem a Red Bull R-részen. 100 000 embert vonzott a Balatonra a verseny. Hogyan aratták régen a búzát, hogyan dolgoztak elődeink a szántóföldeken, ezt mutatják be immár 13. éve a Mohácsi Polgárok olvasókörének tagjai. Szombaton tartották a Baranyai városban hagyományos aratónapjukat. Idén Horvátország magyarok lakta területeiről is érkeztek vendégek, akik zenei műsort adtak, illetve a munkába is besegítettek.
Népi viseletben, lovaskocsin, zeneszóra érkeznek a résztvevők a mohácsi aratónapra szombaton. A tábla közepén egy kis részen még lábon áll a búza. Ezt aratják le hagyományos módon kaszával, marokszedők segítségével a mohácsi polgárok olvasókörének tagjai. Az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon ezen búzánkra, gabonánkra, és minden gabonánkra. A munka előtt azonban megáldották a búzát, valamint köszöntő beszédeket is tartottak, erődeink erőfeszítését méltatva. Köszönhető a polgári olvasókör tagjainak is, hogy ezt évről évre felelevedik, hiszen ezáltal sikerül tulajdonképpen meglátnunk azt, hogy mekkora tisztelet illeti meg az őseinket, az elődeinket, azért a tényleg nagyon nehéz munkáért, amit ők végeztek, és hogy mennyi mindent tettek azért, hogy mindennapi kenyerünk végül is az asztalra kerüljön. A zenei műsor után elkezdték a kaszálást. Az aratás arról szólt, hogy a férfiak azok kaszával vágták a rendet, az asszonyok szedték marokba, utána bekötözték, kévébe rakták őket, és várták, összerakták, várták, amíg megjön a cséplőgép, és kiarratta nekik a szemeket. Az idei évben ez már a 13. alkalom volt, hogy megrendezték az aratónapot. Idén a Pélmonostori Magyar Kultúregyesülettől és a Kórugyi Ady Endre Művelődési Egyesülettől is érkeztek vendégek az eseményre. Magyar és külföldi szakemberek mutatkoztak be a környezettudatosság jegyében Pécsett. A találkozón Baranya megye fenntarthatósága állt a középpontban. A meghívott vendégek megismerkedhettek többek között a világ egyetemeit rangsoroló indonéz intézmény munkásságával, az Európa Zöld Fővárosa pályázat pécsi elemeivel, valamint a megyei klímastratégiával is. Baranya megye fenntarthatóságáról értekeztek magyar és külföldi szakemberek Pécsen. A meghívott vendégek között az indonéziai egyetem tanárai is helyet foglaltak. Az intézmény ugyanis csak nem 10 éve állítja rangsorba a világ egyetemeit a környezettudatos működés tekintetében. Több szempontot is figyelembe kell venni, mikor a sorrend összeáll. 6 szempontnak kell megfelelni ahhoz, hogy felkerüljenek erre a listára az egyetemek világszerte. Ezek a klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szelektív hulladék, a víztakarékosság, olyan intézkedések, melyek a környezettudatosságot tükrözik, valamint az oktatás-kutatás területén elért eredmények a fenntarthatóság jegyében. A programot bemutató Riri Fitrisári elmondta, jelenleg 81 ország 718 egyeteme, köztük a pécsi került fel a listára. Az eseményen elhangzott, a felsőoktatási intézmények játsszák az egyik legfontosabb szerepet abban, hogy a város is zöldebb legyen. A fenntarthatóság pedig Pécs számára is fontos. Az önkormányzat éppen ezért pályázta meg ismét az Európa Zöld Fővárosa címet, mondta stábunknak Vér Csaba. Európai városok vehetnek részt rajta, 100 000 fő feletti városok. Olyan városok, amelyek önkormányzata nyíltan elkötelezett a környezet védelme megóvása iránt, illetve a klímaváltozással kapcsolatos cselekedetekben előjár és példát mutat. A találkozón más a fenntarthatóság témakörében érdekelt baranyai szervezetek is bemutatkoztak. A cél a tapasztalatszerzés, valamint hogy megismerjék a környezettudatosság iránt elkötelezett intézmények tevékenységét. Az ausztrál Matt Hall nyerte a Red Bull Air Race zamárdi futamát. Ezzel a győzelmével immár 7. alkalommal bizonyult a legjobb pilótának a versenysorozatban. A repülő cirkuszra több mint 100 000 látogattak el a hétvégén a Balatonhoz. A Red Bull Air Race zamárdi futamára az egész országból érkeztek a hétvégén. Balatonon nyaraltunk, és a túloldalon, az északi parton, és emiatt jöttünk a déli rát, igen. Volt, aki nem bízta a véletlenre, és a nagy tömeg miatt kerékpárral érkezett a rendezvényre. Kerékpárral jöttem, mert ilyenkor nem lehet közlekedni rendesen az utakon. Aki itt lakik helyben, az tudja, hogy ilyenkor nagyon okosan át kell előre gondolni, hogy mivel érkezik az ember. De ez egy így teljesen megközelíthető, úgyhogy nagyon, nagyon klassz élmény, nagyon örülök neki, hogy
itt rendezték meg idén. A viadalt végül meglepetésre az ausztrál Matt Hall nyerte, aki pályafutása 7. futamában bizonyult a legjobbnak. Érdekesség, hogy egész héten arról beszélt a közösségi médiában, hogy nyerni fog Magyarországon, és ez végül sikerült is neki. A verseny utáni sajtótájékoztatón a pilóta kiemelte, különleges élmény volt számára a balatoni verseny. Érdekes volt nagyon a pálya, fantasztikus volt itt repülni, mert amikor megérkeztünk a légtérbe, az olyan volt, mint egy séterepülés. Mivel nagyon hosszú partszakasz előtt húzódott a pálya, a nézők is jól érezhették magukat. Azt hiszem, itt éreztük eddig a legjobban magunkat. A második helyen Brian Murphy végzett, akinek ez volt első dobogós helyezése. Amióta Masterclassban versenyzem, egy ilyen hétvégére vártam. Ezt szerettük volna, hogy minden összejöjjön, és ez végre sikerült. A dobogó harmadik fokára a kanadai Pete McLeod állhatott fel. Az utánpótlás versenyzőket felvonultató Challenger klasszban a svéd Daniel Riffa bizonyult a legjobbnak. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Adócsalás. Szarvasmarhákkal tüntettek el több 100 millió forintot a parhanti vállalkozók. Ittas vezetés. 30 nap börtönre ítélte a bíróság a részeg sofőrt. Aratóverseny. 5 csapat mérte összetudását Siógárdon. Világbajnokság. 3-dimenziós IES világversenyt rendeznek Szekszárd mellett. Szerdán napközben is alapvetően napos időben lesz részünk. A hűvös hajnalt követően a délutáni maximum még kissé elmarad az évszakos átlagtól, de már kellemesen meleg időre van kilátás. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. Viszontlátásra!